az irodában egyáltalán dolgozol? Mert? Hát itt semmi, hát itt nincs egy papír, nincs a kukádban. Figyelj már, nincs, de most komolyan. Működik ez a tévé? A tévé működik, igen, itt magamat szoktam nézni természetesen, a klimatizált helység ez nagyon fontos, és mindig azt szoktuk mondani, hogy egy csúcsvezetőnek, egy menedzsernek a filofaxa mindig üres, és éppen azokra az emberekre ér rá, akire rá szeretnél. De még be is vagy csomagolva? Persze, le van fóliázva, de komolyan, tehát ezért jöttél, hogy kóstogass engem. Hát nem, csak így egy csaj van a falon. Kitti? Nagyon sokan jelentkeztek, már átnéztük, de... Ez a babysitteres? Igen, igen. És mit kell kenni önéletben ez a szerintet, Kitti? Nekem kell kiválasztanom? Igen. Azt hittem megint barátod. Tessék. Ja, na, tessék, ha kell barátni, akkor itt van. Jó van, köszi, Kitti. Köszi, van. Majd valamit csinálunk vele. Nézd meg, itt egy kompletom le. Figyelj, ez neked erre van időt, hogy ilyen neked? Nincs. Ezt nem is szeretném én. Tehát azon, hogy nekem kell megvégen kiválasztanom a babysittereket. Legalábbis azt az egyet, viszont kell rá valami segítség, hogy valaki segítsen. Bocsi. Miért kell szállnézést? Bocskor Gábor. Ja, bocsi, Bocskor Gábor. Persze, hát figyelj, amikor a legjobb stand-upos kellett kiválasztani az országba, engem választott, tehát rosszul nem választ. Ja, hogy te megérted, ezért jutott eszedbe Bocskor Gábor. Hát persze, hát jól dönt, jól választ, korán kell, bírja a hisztit, tehát 10 évig bírta Bocskor hisztit. Hát tudja, hogy... Ja. Tudja, hogy kell egy... Nem tudom, figyelj, én Bocskor Gábor szerintem nem ismerem, a feleséget, ugye a TV2 miatt a Várkonyi Andrával találkoztam többszörös minden, őt kellett sminkelni, engem nem. Viszont állítólag a Bocsi az annyira el van szállva magától, hogy azonnal kapott egy vezetői engedélyt, ami Sárkány repülőre. Egy tűnőre. Figyelj, ő kiválasztja rá, viszont, ilyen, viszont, 4 órát dolgozik egy napot. Viszont nekik van gyerekük, ugye? Van, talán van. Gyakorló apuka még talán mindig. Amikor otthon van. És tudod miért jó, bocsi? Most rájöttem. Na. Hogyha megbántam, nem kell tőle elnézést kérnem, csak azt mondom, hogy bocsi. És akkor az szűr, csak a nevén szólította. Jó, hát figyelj, megszólítom akkor Bocskor Gábor. Mit szólsz? Jó? Akkor mire te lett a legjobb stand-upos még annól, és ő választott ki. Én viszont akkor felkérem Bocskor Gábort már, ha elvállalja, hogy nem ennyiből, de sokkal többből segítsen kiválasztani bejelkinatos a Zselyke babysitterét. Általában lányok jelentkeztek, úgyhogy szerintem örülni fog neki. Úgyhogy bocsi, várom a válaszodat.